Plate került majd megrendezésre, ami Közép-Kelet-Európa legnagyobb gaming és IT rendezvénye. Teltházas rendezvényünk van, mint most már 5 éve folyamatosan Győrbe. Ez ugye az ötödik Plate-ünk. Vannak prémium jegyeink, amik viszonylag gyorsan el szoktak fogyni, ezek ilyen 1-2 hét alatt gyakorlatilag elkapkodják őket. A normál jegyeket azokat végig lehet kapni a rendezvényig, illetve hogy a rendezvény is a helyszínen megvásárolható. A rendezvény nagyon népszerű, ahogy mondtam, teltház lesz ismét, és megdöntjük az eddigi rekordot, látogató rekordot. COSHELP kezdeményezés, amivel egy a Honfi Júli nevezetű főszervezője ennek az egész ötletnek, vagy a gazdája tulajdonképpen, ő keresett meg minket, és a Play-t így mellé járt rögtön ennek a kezdeményezésnek. Gyakorlatilag arról szól, hogy kórházak gyermekosztályait látogatják végig jelmezesek, és gyakorlatilag mosolyt csalnak, ugye a gyerekek arcára játszanak, velük egy kicsikért fotózkodnak, velük visznek ajándékot. Most éppen a Győri Kórház gyermek osztályán vannak egyébként jelmezeseink, és a Play-t ugye rögtön mellé állt ennek a kezdeményezésnek, hiszen, mint mondtam, mi vagyunk a legnagyobb ifjúsági eléréssel bíró programszervező cég, és nagyon fontos az, hogy a társadalmi felelősségvállalásunkat is kidomborítsuk, és a gyerekeknek, akik hozzánk ellátogatnak, megmutassuk azt, hogy a játékon kívül nagyon fontos az, hogy segítsenek a másikon, és szociális érzékenységük is legyen az ilyen dolgokra. A Max-nek gyakorlatilag a specialitása lett az elmúlt években az, hogy ifjúsági és gyermekrendezvényeket szervezünk elsősorban. Ez a Play-t ugye a legnagyobb ezek közül, de mi szervezzük például a Mind Show-t, a Play Kid rendezvényünket. Vannak olyan rendezvényeink, amik mobil technológiával foglalkoznak, vannak IT rendezvényeink, tehát eléggé sokfajta brandet építettünk föl. Összességében egy évben 18 rendezvényt szervezünk, amivel gyakorlatilag a legnagyobb ifjúsági programszervező cég vagyunk ma Magyarországon.